szerelmedet a Szentlélek által. Köszönjük neked, hogy ma is itt vagy, Szentlélek. És dicsérhetjük a názáreti Jézusnak a nevét. És köszönjük, hogy megérezhetjük a testünkben, a lelkünkben azt az örökkévalót, azt az el nem múlót. Dicsérünk téged ezért, és áldunk téged, és dicsérünk. A megtérés első, akkor én akarom őt.
igazságot, mint él bennem, örökké való, feled új emberré lettem, örökké való, igazságot, mint él bennem. Halleluja, köszönjük és adjunk hálát az Úrnak. Uram, köszönöm neked. Uram, köszönöm neked. Köszönöm neked. És valóban a te neved gyógyulás. Valóban te vagy a mi reményünk. Te vagy a mi erősségünk. Te vagy a mi menetékünk. És köszönöm, Uram, hogy te válasz vagy a mi kérdéseinkre. És így kérlek, Uram, az, hogy ma is úgy tudjunk hazamenni, hogy megtaláljuk azt te benned, azt a választ, amit keresünk. Így köszönöm, Uram, hogy te munkálkodsz. És valóban köszönjük neked, Uram, hogy te gyógyulás vagy számunkra. Köszönjük, Uram, azt a vért, ami kibontott értünk. És köszönöm, Uram, hálás vagyok neked, Uram, ezért. A Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Köszönteni fogjuk egymást, azt is, aki most csengetett, de egy újféleképpen lehet, hogy már így köszöntöttétek egymást, nem tudom, de hajlamosak vagyunk arra, hogy azt veszük észre a másikon, hogy például lehet hízott egy fél kilót, vagy éppen fogyott, vagy kiáll az új ingjéna egy cérna, vagy a haja pont már elaludta. De nagyon fontos, hogy egy kapcsolatnak az alapja, egy egészséges és egy jó kapcsolatnak az őszinteség. És kérlek, hogy most őszintén úgy köszöntjük egymást, hogy valamit megdicsérünk rajta. Ami nekem tetszik. Nekem Sanyi tetszik az inget. És nem csak azért, mert hasonlít az a pályéval. Na, de kérlek, köszöntsétek egymást, sok szeretettel. És hogyha valami tetszik a melletted ülő, dicsérd meg. Adakozni fogunk. Apáik Stuttgartban voltak ugye előző hétvégén, és egy érdekes gondolatot megosztott, ami ott elhangzott, nem tudom, hogy ez a téma lesz-e, de az volt a gondolat, hogy áldott vagy. Hogy mikor vagyok igazán áldott. Hogy amikor az Úr a váratlanul, váratlanszerűen a semmiből megáld, és kapok valami, szuper dolog, vagy akkor vagyok igazán áldott, amikor Istennek az áldása rajtam keresztül működik, amikor tudok adni. Szóval ez egy jó kérdés, és mindkettőnek meg van a helye, hogy amikor az Úr gondot visel, és halleluja, áldott vagyok, az Úr szeret, de van egy másik féle, hogy áldott vagyok, amikor tudok adni. Uram, köszönöm, hogy te szeretsz, és köszönöm, Uram, hogy te vagy a gondviselő apa, aki betöltöd a szükségeket. De köszönöm, Uram, hogy nekünk is van részünk, és kérlek, hogy adj ebben nekünk bölcsességet, erőt és hitet, hogy ami ránk tartozik, azt meg tudjuk tenni. De köszönjük, Uram, hogy te gondot viselsz, és ebben bízhatunk, ez lehet a mi reményünk. És így adunk hálát mindenért, amik van, ezért a helyért, a közösségért, a munkahelyekért. És köszönöm, Uram, hogy te a szükségeket is látod. Te jól tudod, hogy kinek mire van szüksége. És így kérlek, Uram, hogy te munkálkodj, te légy válasz, és te töltsd be a szükségeket. Köszönöm, Uram, hogy te nem késel. Amen.
ismerem őt, s tudom, minden megtört szívem. Jézus nevében gyógyulás vár. Úr Jézus Krisztus, akarjuk a te személyedet felemelni ezen a helyen. Köszönjük, hogy te nem csak egy tanító vagy egy proféta voltál, Isten fia, ez a bárány, a váltságdíj az életünkért cserébe, akiben benne volt Istennek a teljessége, teljességgel, testileg. Ti hordoztad az atyát, aki szent szellemmel voltál teljes, aki azért jöttél, hogy letedd az életedet, akinek volt hatalma letenni az életét, mert ember nem adhat váltságot a másiknak a lelkéért, mert drága az. Drága az embernek az élete, Uram. Tudjuk, hogy drága minden embernek az élete, és elveszettek voltunk, és tévelyektünk, de te megtaláltál, és a nagy irgalmasságot szerint szültél minket újjá, élő reménységre. Köszönjük, Uram, ezt az irgalmasságot, és a mai nap is azt mondjuk, hogy drága. Én szeretném, hogyha megegyezném most, hogy Isten azt mondja, hogy drága az embernek az élete, és van érte váltsága Jézus Krisztusnak a vére. Drága az embernek az élete, és nincs más út. És azt mondja az ég, hogy kelj fel, és világosodjál, és támadjon feled a világosságot, hogy népek jöjjenek ehhez a világossághoz, és királyok jöjjenek, nemzetek jöjjenek. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy a te személyedet emeljük fel. Szeretni akarunk téged, Uram, szolgálni neked, és veled közösségben maradni, benned maradni, és úgy járni, hogy te jártál, Jézus Krisztus nevében. Legyen áldott ez a mai közösséget, a ígéret, a szavad, ami most következik. Amen. Halleluja. Amen. Kicsit eszel, Zoli, vissza belőlem. Oké, majd beállítasz. Köszöntelek titeket, sok szeretettel. Hát ugye múlt héten vasárnap nem találkoztunk, akkor érkeztünk Stuttgartból, álmaim városából, nem. Nagyon-nagyon jó útunk volt, tényleg. Gabriellával ekkor januárban együtt mozdulunk így, ilyen módon, és mindig kiváltságot lenni, de tényleg Isten igéje, kijelentése, a közösség. Majd fog beszélni dolgokról valószínűleg mai napon is, ami volt. Azt tudom mondani, hogy egyik legerőteljesebb vezetői alkalom volt a háromból, amin mi részt vettünk. Ugye harmadik éve járunk itt, egyik legerőteljesebb volt Isten munkájának, Isten országának a dolgai felől. Elhagytam a telefonom, elhagytam a Bibliát, minden meglett. 1600 ember fél óra alatt reggelibe, vagy ebéd, vagy micsoda, kávészünet be, kávészünet ki, dicsőítés fel, ima betegekért, gyógyulás, prédikáció, kijelentés, profécia, azt a haza reggel vissza, ez ment három napon át, és nagyon-nagyon élveztük. Személyesen nagyon élveztem, és nagyon szükségem van erre mindig. Majd biztos mondok dolgokat. Tegnap pedig Mihályjal az Országos Szabad Keresztény vezetői konferencián voltunk, és Józsival és Andival is, valóban ők is eljöttek, és annyik dolgoztak, tehát nehéz lett volna eljönni a munka miatt. És azt tudom mondani, ami pár szóban majd erről biztos fogunk beszélni, hogy nagyon felnézek Lakatos Péterre, és nagyon értékelem azt a látást, amit képviselt tegnap is, és hogy 20 gyülekezet is, mint mi vagy mások, abban a Isten szerint való látásban, elhívásban, erőben, kegyelemben, azokban az egészséges dolgokban, ahogy ezt vezeti, és hogy 20 gyülekezet beszámolt, komolyan mondom, nagyon-nagyon hálás voltam, hogy ott lehettem. Mi értünk csak úgy imádkoztak, hogy egyháztörténelmi esemény, amit írunk, mert ilyen nem szokott lenni, hogy szakadás után így vagyunk együtt. És elmondtam én is egy pár dologban, amit én hordozok már egy pár éve, vagy egy-két éve, így mondom, Mihály is elmondta, ami vele történt tavaly. Nagyon jó volt találkozni a testvérekkel. Nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez így alakult tavaly, hogy elmondtam, hogy 92-ben megtértem a Szabadkeresztény gyülekezetbe, azt hittem, hogy egy gyülekezetbe vagyok, utólag kiderült, hogy nem. Elmondtam, mit kértem meg a feleségem a kezem, elmondtam, hogy hogy történtek a dolgok, hogy szakadt ránk egy gyülekezet. És nagyon örülök,
hogy itt lehetünk így, és hogy az a csoda nem az, hogy valaki felmagasztalja magát, hanem az, hogy valaki megalázza magát, és Isten ad erre vezetést, hogy emberek összekapcsolódjanak, és a régi dolgokat helyre lehet állítani. Amen. És elmondtam mindezt, amit a városba szeretnék. És nagyon élveztem, komolyan mondom, helyemen éreztem magam, vagy otthon éreztem magam, úgyhogy, és mondom, Lakatos Péter visszatérve, nem, hogy mögött, hátra mögött dicsérni, vagy értétek, oda mentem, én sok mindent a végén még szerettem volna egyeztetni, és mondtam még, csak egyet sajnálok, hogy amit reggel mondtál, nem vettük fel, mert holnap revetítettem volna a házi csoport vezetőjén, ma olyan volt. Ha itt volt Bill Johnson, vagy itt volt most Péter Vent, ugyanaz a szellem, ugyanaz a kijelentés, ugyanaz a bölcsesség, ugyanaz az erő, a dicsőítés, ugyanaz, mint a Péter, semmi nincs más vagy több. Járunk az utokon mindenki, amivel eljutottunk, de Isten, és Stuttgarton keresztül is bekapcsol az egyházának bármelyik részébe a világon. Stuttgartban 22 nemzetből voltunk, és hazajövök, ugyanaz a szellem meg itt van Magyarországon. És Isten akarja, hogy ezek a dolgok, ezek így munkálódjanak. Oda mentünk Gabriellával, azonnal elkapott Lucia, az az erdélyi magyar számadású hölgy, akivel nagyon szeretjük egymást, így órát beszélgetni, elvált. Ki kell menni? Ezek az emberek várnak, ott is. Márkó, meg Nilzel, akinél aludtatok fiúk tavaly, Illés. Olyan dolgok mondott az életéből, másfél órán keresztül az evénél leesett az állam, hogy ez az ember, ez micsoda kedves, milyen lám, hogy szereti az Urat, hogy miket tervezett, hogy a családjával, a szolgálatával esett az állam. Emberek milyen nyitottak, milyen kedvesek és mennyire szeretik. Amikor az áldásról volt szó, Timó mondta, hogy van egy olyan Zsoltár 65, hogy áld meg engem, Uram, ha csúfolták őket, hogy hát ti vagytok az áld meg engem klub, te meg az elnöke, mondta hogy a bűnözzel, hogy én meg vállalom, hogy én vagyok az elnök, ha Isten megáld minket, akkor megáldja a népeket is. Ha nincs áldásunk, mit tudunk adni? És mondta, hogy ki sokan visszaéltek ezzel, sokan csak az anyagi dolgokat fordították, persze az is benne van, de minden más benne van, a családod, az egészséged, a gyermekeid, a kapcsolataid. És majd megkérdezte, hogy nem tudom, nálatok az eurocentet hamisítják, mert nálunk a $100 hamisítják. Mit akar az ördög hamisítani? Azt, ami értéktelen, vagy azt, ami értékes? És beszélte az áldásnak arról az oldaláról, hogy a Isten meg akarja áldani a népeket rajtunk keresztül. És a németek, amikor megáll, újjongtak, hogy ők is azok lehetnek, akik keresztül Isten meg tudja áldani a népeket. Felemelt szóval kiáltottak a sorok közül. Csikongattak némelyek, hogy nem azért áldottak, hogy jövék legyen, hanem azért áldottak, hogy Isten megáldja rajtuk keresztül a népeket. És egyszerűen olyan jelenléte volt Istennek folyamatosan, olyan kijelentésekkel, amiben ma is majd biztos mondok néhány dolgot, de hogy hazajöttem és tanap lementünk Debrecenbe, én nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek Mihályért, hogy itt vagytok, szakkeresek az éven. Együtt lehetünk, hogy Isten ezt megadta. Tehát tényleg ilyen nincs az országban, és én nem azt állom, hogy egymás nyakába, egymás simogassuk, hogy milyen jók vagyunk, hanem azt, hogy Isten ezt is áldássá fordítsa ennek a városnak az életében is. Ez egy különleges dolgok, amik vannak, és úgyhogy nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a stuttgarti kapcsolat ilyen élő, és annak is, hogy végülis abban a gyülekezetben szolgáltak, akkor megtértem, ott lehetett pásztor. Most ne vegyétek ezt érzelgőségnek. És annyi minden történik ebben a világban, annyi gyűlölködés van a gyülekezetek, annyi széthúzás van, annyi nagyzolás van, annyi emberi van, annyi gő van. És egyszerűen lehet Isten szellem által abban a szelítségben, abban az erőben és alázatban is járni, amit Jézus Krisztus mutatott az életében. Amen? És én nagyon hálás vagyok. Hogy el tudtam mondani például Mézes Lacinak, hogy tudom, hogy akkor volt valami 20 éve, amivel egy papírra kizártatok, de én azt is el szeretném ma mondani, vagy nem így mondtam, azt is el szeretném mondani, hogy 2 hét múlva találtak az ajánlást a Szent Pál Akadémiára. És volt, ami volt, de amit Isten egybe szerkeszt a szemben, nem tudja úgy se elválasztani. Nem tudtuk volna elvégezni, hogy akkor azután levél után egy másik levelet nem írsz alá. Abból a szeretetből, azzal a támogatásommal akkor is láttál minket, hogy az ördög belenyúlt, az ördögöt ki kell rúgni. Az ördögöt meg kell ismerni, fel kell ismerni, és meg kell az ő dolgait ítélni, és ellene kell állni. Amen. És amikor nem sikerül, azért mondtam, most voltam, hazajöttem Stuttgartból, elmentem kicsit Mihályhoz, valakit felhívtam telefonon, elmentem Sanyihoz, többetem most Józsival, és valaki mondja Mártika, hogy milyen kár, hogy ez nem 20 éve történt, vagy nem 20 éve ezelőtt vagyunk így, hogy most. De semmi baj.
Isten be tudja pótolni. És Isten akar áldást adni együtt nekünk. És nagyon, nagyon örültem a debreceni utunknak is, meg a Stuttgartnak is. És akkor a mai témánk ajándék, gondolatjel, felelősség. Elgondolkodtam, az ajándék szót azt nagyon szeretik a keresztények. Nem? Áldás, ajándék, kenet, az jó. Azt olyan félve írtam ki, hogy felelősség. Használunk még ilyen szót a köveinkben? Vagy ez úgy megijeszt minket? És itt van Péter, látom Horváth Péter, ne arra úgy, hogy megszólítanak, de mint ígét fel fogok olvasni, hogy rád néztem, úgy érzem, hogy neked is szól. Amikor ezt a címet adtam, az úgy indult, hogy Lakatos Péter szokta a Message Bibliát használni. A Message azt jelenti, hogy üzenet. Hogy a Bibliát nem szó szerint, nem a szó szerinti fordításban olvashatjuk, ebben a Biblia fordításban, kicsit egy játékos, hogy így mondjam, vagy kicsit ilyen egy magyarázó jellegű, hanem a szavaknak az üzenetével adja vissza a Biblia szöveget. Tehát egy üzenet, tehát nem szó szerint, hanem egy üzenettel jön vissza minden mondat. Körülbelül ez a lényege. És amit fel fogok olvasni, majd elmondom a Message Bibliából is, amit fel fogok olvasni, az ajándék és a felelősség, az ebből a Message fordításból van, de akkor kezdeném a Lukás 12:48-al. És csak a B részét olvasom, a második felét egyenlőre. Ami úgy kezdődik, hogy és valakinek. Megtaláltátok? Lukás 12:48-nak a második fele. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. Ilyen prédikációkat ma nem nagyon hallunk. Remélem, meg fogjátok érteni. Isten, megáll Isten, jégy már Isten, kenet Isten, érteni. Kegyelem, mindenben. Lehet-e még beszélni a felelősségről úgy, ahogy szeretnék. Akinek sokat, és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. És akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Nagyon, mindjárt elmondom ez a vers, hogy ez a vers hogy jött most itt elő. És Péter, szeretném neked is úgy küldeni, akinek sokat adtak, attól sokat követelnek. Akire többet bíztak, attól annyival többet várnak. És úgy adja vissza a Message fordítás, nagyon egyszerűen, ez nagyon tetszik most ez. Angolosok kedvéért. Great gifts mean great responsibilities. Greater gifts, greater responsibilities. Magyarul. Nagy ajándékok? Nagy felelősségek. Még nagyobb ajándékok? Még nagyobb felelősségek. És ezért ez a cím. Ajándék. És én hiszem azt, hogy ez a felelősség téma, ez egy jó téma. Ezért megkérdezném, hogy ez igazságos dolog? Elvárni dolgokat? Szerintem igazságos, nem? Akkor sokat bíztak, attól sokat várnak. Akire többet bíztak, attól még annál, azzal, amiben rábíztak, többet, azzal együtt, vagy amiatt. Na, azzal többet, értitek? Annyival többet várnak. Ahhoz miért nem várnak. És szerintem ez igazságos dolog, és helyén való is. Még tavaly a talentumok kapcsán, ima alkalmon, meg munkatársi találkozón beszéltem, hogy egy gazdag kiosztott 8 talentumot. Emlékszel rá? Egy 5-öst kapott egyik, egy másik 2-t, a harmadik 1-et. Hát valaki, ugye az összes az 8. Valaki megkapta több mint a felét az ő vagyonának. Van, aki meg csak az 1/8-át kapta meg. Most ez igazságos? Különbséget tett? Nem. Azt mondja az ige, hogy mindenkinek az ő erejéhez képest adott,
amivel nem túlterheli az életét, hanem amivel áldottá teszi az életét. Az az ige is feljött bennem, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Emlékeztek? Az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. Már belenéztem ebben a message fordításban. Azt mondja, hogy nem helyezek rátok nehézséget, vagy olyat, mi az ill-fitting? Ami nem illik rád. Nem helyezek rád nehezet. És olyat, ami nem illik rád. Az én igám könnyű. És az én terhem, az én igám gyönyörűséges, és az én terhem nagy igám. Miért helyez ránk Isten? Nem ami nehéz lenne, és nem amit ne bírnánk el, hanem olyat helyez ránk, amit meg tudunk fogni, meg tudunk ragadni, és amit elbírunk, és ami gyönyörűséges lesz. Amen? És a 8 talentumból valaki kapott 5-öt több, mint a felét, valaki kapott 2-t, és valaki csak 1-et. Na most, aki 5-ből 5-öt csinált, vagy 2-ből 2-t, ugyanazt a dicséretet kapta? Csak akire sokat bíztak, attól többet vártak. Csak akire kevesebbet, attól kevesebbet. De a kettő között nem volt különbség. Mindenki ugyanaz a boldog szolga kategóriába került. Sokat gondolkoztam ezen, hogy Isten szeretné, hogy amink van, azzal kereskedjünk, azzal szolgáljunk, és azt megduplázzuk. Tehát ott mondtam nektek sokat, ha van 10 házi csoport, akkor mi a cél? 20 házi csoport. Na most figyelj, vagy célra futunk, vagy levegőt taggosunk. Vagy biztosra, és én hiszem azt, hogy van, amit kaptunk. Na most hiszem ezt, hogy van, amit kaptunk? Van. Na most megvolt a kereskedés. Ugye 5-ből lett 10, 2-ből lett 4, az egyik meg elásta. Az a biztos, ha nem kockáztatunk, ha nem vállalkozunk, mert akkor vissza lehet adni. De mi lesz, ha elrontjuk, vagy ha nem sikerül? Figyelj, a hit az egy kilépés. A hit az egy bátorság. Az a hit az egy merészség. A hit az egy kockáztatás. És lett 15 talentum, 5-ből 5-ször 2, 10, 2-ször 2, 4, meg az egy maradt. 11. Na most akinek 5-ből lett 10-e, annak rögtön 5-ből lett 10-e. Akinek 2-ből lett 4-e, annak lett 4, az egyet még elvették, adták a 10-esnek. És valakinek a 15-ből lett a 11. Micsoda növekedés. És a másodiknak meg lett összesen 4. És amikor meglett a 15 összesből a 11, az több, mint a 2/3. Hát először volt a talentumokból az övé a fele, amikor kereskedett velem, már az övé több, mint a 2/3. De nem ez a lényeg, hogy most neki 10 lett. De a végén rá nagyon sok lett bízva. És vannak ilyen dolgok, és fontos, ami lényeg, amit szeretnék elmondani, ne ijedjünk meg attól, hogy megnézzük azt, és értsd jól, hogy mi az, amit Isten ránk bízott. Mert amit ránk bízott, ahhoz képes kell vele gazdálkodni, és ahhoz képes kell várni a hasznot belőle. Érted? Tehát ha ránk van bízva 5, akkor nem 6-nak kell lenni a végén, hanem 10-nek. Ez ilyen egyszerű. Ha ránk van bízva 2, akkor nem 10-nek kell lennie, mert nem 10-nek kell lennie, de nem is 3-nak, és nem is elásni, hanem 4-nek. Most ezt a példát hozzuk. Mink van? Kire mi lett bízva, azt szerint kell várni a gyümölcsöket, és azt szerint kell várni az eredményeket. És hiszem azt, hogy vannak ajándékaink, és úgy kell ezeket nézni, hogy az ajándék az egyben egy olyan felelősség, ami egy helyén való dolog, és az, hogy vissza az igéhez, Lukás 12:48. Sokat adtak. Sokat követelnek tőle, mondja. Ez a sokat követelnek, sokat kívánnak, sokat várnak, valóban van egy felelősség azzal való bánásmódban, ami ránk van bízva. Egyetért azt mondja, van egy felelősségünk mindennel, ami ránk van bízva.
Akire sokat bíztak, annyival többet kívánnak, kérnek majd számon, vagy keresnek meg rajta. És amikor kint voltunk Stuttgartban, akkor az első este, nem is tudom mi ment éppen, ezt az igét nem prédikálta senki, puff, így beesett az életembe. Hogy akinek sokat adtak, attól sokat várnak. És nem magam jutottam eszembe, hanem ti. Én nagyon egyszerű ember vagyok, nagyon egyszerűnek tartom magam, de tudom, hogy van elhívásom és ajándékom, de együtt elég sok van ránk bízva. Amen? Én nem vagyok egy vezetői karakter, úgy, hogy értsétek most nem akarok magam ellen beszélni. Sokkal nagyobb karakterek vannak. De Isten ránk bízott dolgokat, úgyhogy azzal együtt ránk bízott dolgokat. Most például osztom a meghívókat, most nincs itt már. Egyszerűen annyi embernek adtam már meghívót, hogy menjek most megint ahhoz, akinek annyiszor adtam, és annyiszor nem jött el. Mégiscsak elmentem, és mégiscsak adtam neki. De ezzel együtt Isten szólt megint most hozzám, olyan helyen kell vetni, ahol még nem vetettek. Érted? Emlékszel párra? Mik azok a helyek, ahova el kell menni, mert még ott nem vetettek, és te elmehetsz, és meghallják az evangéliumot, és első kézből dönthetnek, és nem egy agyon beszélt, vagy érted? Nem egy százszor megtért. Olyanokat is olyanokat foglalkozni kell most, értsd jól. De van egy olyan dolog, olyan helyre is menni, ahol még nem, az evangélium nem megy hirdetve. Hát nem érted ugye, mire gondolok. És rám van bízva ez is. Én elmondtam Debrecenbe is, hogy ki fogok menni a Vasgyárba. Ki fog menni, emberekkel fogunk találkozni, emberekkel fogunk beszélgetni, be fognak fogadni a házaiba, le fognak minket ültetni, átjön a szomszéd, elmondja, hogy ismerjük egymást, áthív oda is, el fognak a szomszédok, lesz házi csoport, hogy meg fognak az emberek gyógyulni, és utána fognak eljön a gyülekezetbe, és nem fordítva. Amen? Ez az elvárásom. Mert Jézus így küldtek a tanítványokat, és ez szintén rám van bízva. Úgy jöttünk ide a Vasgyárba, hogy előtte már egy fél éve ezt mondogattam a vasgyári emberekről, hogy ide akarok jönni. És előbb adott egy kulcsot, hogy akkor adott neked egy házat hozzá. Én elkezdtem falakat bontani, aztán mondtam Mihálynak, hogy nálatok is bontok egy-két falat, de az nem fizikai. És az is rám lett bízva. Most ezt érted? Tehetek én róla, hogy rám van bízva? Nem az a kérdés, hogy tehetek-e róla, mert nem tehetek róla. Hanem az a kérdés, hogy mit kezdek vele? Mit tehetek érte? Így van. Tehetünk arról, hogy Isten minket sok mindenben megáldott, és vannak az ajándékaink? Halleluja, nem tehetünk róla, hanem az a kérdés, mit tehetünk azért, hogy ez az ötből öt legyen. Érted? És azt gondolom, hogy nem lehet másképp látni Isten országát. Isten országa gyümölcsözőbb kell, hogy legyen. Hiszel ebben? Amen. És amikor ott álltunk Stuttgartban az első este, akkor ez az ige bejött, akinek sokat adtak is. Nem mondom, gyorsan leülök. Sötét volt minden, tudod, ment a dicsőítés, fények, 1600 ember, penetsékez, dicsőítések, és annak át kell dalokat küldeni, mert mondtam, hogy olyan jó dalok voltak. Ilyen rockkoncert, mindenki ugrál, leültem, kerestem, biztos a tanítónak szól. Jövök a párom, attól sokat, emlékszem, van egy ilyen igaz tanító, nincs ott, megyek tovább, Lukás 16, hamis sápát, megnézem, nincs ott, egész este gondolkodok, hol van, nincs ott, mondom, hogy Gabriának telefonos segítség. Gyorsan elő a konkordancia. És nem tudtam azt se, hogy hol van, nem prédikált ez senki, hanem úgy beesek. Mert szeretnék arról beszélni valamikor, hogy hogy van kapcsolatban a helyes útra való járásban az ige meg a kijelentés. Mert működik így is, úgy is. Hogy beesik a szívedbe, de le kell ellenőrizni az igében. Úgy is működik, olvasod az igét, vagy prédikálják az igét, vagy sok minden. Szeretném, hogy ez sokfajta változata van. De az igének és a kijelentésnek össze kell kapcsolnia. Az ige meg a kijelentés együtt kell, hogy járjon. Az ige meg a kijelentés együtt jár, akkor lehet helyes úton, Isten szerint való úton haladni. Amen! Na ez beesett a szívem, és meg kellett keresni. Ez volt. Másik meg prédikálta az esetben, akkor az kellett. Ezért a másik, amiről szeretnénk majd beszélni, hogy van személyes kijelentés, és van egyházi kijelentés. Most érzsó, van személyes kijelentés, és van a prédikált kijelentés. És mind a kettő kell ahhoz, hogy épüljél. Ezért kell neked személyes kapcsolat Istennel, meg kell személyes kapcsolat a gyülekezettel. És nem működik másképp. Na, ott álltam, és az ige beugrott, nem találtam meg, hogy hol van, megkerestem volna, nem tudtam megkeresni. Hazamentünk a szállásra, jött a telefonos segítség, megkerestük, és megvolt. És azt az igé, hogy olvastuk. És én hiszem azt, hogy Isten
bízott rám dolgokat, és azt szerint, amit rábízott, és azt kimerem jelenteni, hogy nem keveset bízott rám. Kimerem jelenteni. És azt szerint, ami ránk van bízva, kell a munkánkhoz végezni. Ez volt az egyik ige. A másik. Ugyanúgy puff, beesett, senki nem prédikálta, megint első esélye. Ki kell menni Stuttgartba, vagy el kell menni valahol, kapjál kijelentést sokszor. Vagy el kell menni a gyülekezetben minimum. És nagyon érdekes, otthon is szólhatna az úr, hogy miért is Isten tiszteleten szól? Miért jó neki az? Szeret oda járni. Így van. Miért jó neki az, hogy ide elráncigál minket, hogy itt szóljon hozzánk? De otthon is szól. Puff, beesett. Második. Mondja az Péter, hogy mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Emlékszel el az igére? Hogy? Ha mondom, annyi mindenre gondolkodok az életemben, hogy a munkám meg minden, de most elmondhatom, hogy jól fogjátok érteni. 98-ban ott hagytam a tanári pályát, eltelt 20 év azóta, én már nem lehetek tanárként, most úgy mondom, hogy sikeres, most ezt jól fogod érteni. Én már nem lehetek ebbe karrierista, most ha így tetszik. Én ebben nem lehetek az, aki lehettem volna, de most ezt tudom, hogy jól lehetett. Elkezdtem vállalkozni. Sikeres a vállalkozásunk, nagyon jó megélhetést ad. Én nem lehetek az, amire vállalkozom. Ez nem az én szakmám. Én nem is tudom úgy fejleszteni, nem is kívánom, mert most is annyi mindent csinálok, sajnos be kell ismernem, még apu is itt van. Hogy őt küldöm magam helyett sokszor, mert na, annyi is elcsipem az időt. Aztán nagyon bántott a suliba, ahol tanítok, hogy egyszerűen, amit próbáltam, és nem jól kezdtem az evangélium hirdetését, most ezt tudom, most másképp kezdeném ott a baliskolába, de amit próbáltam megtetteni, és nincs visszhang. És ha nem vagyok tanár, hanem tanítvány vagyok, ugye? Tehát ott én nem tanár vagyok, ott én tanítvány vagyok. Mert nem tanár vagyok, hanem oda vagyok küldve. Az új tanítvány egyébként. Oké. Okay. És ha nem hallgatnak rám, akkor le kell vernem a port a lábamról. És azt mondtam, erre is kész vagyok. Ott hagyom az iskolát, Isten küld máshol, egy másik iskolába, és hogy én kezdtem el rosszul, vagy, hogy de ha nincs, akkor megyek olyan helyre, ahol Isten mutat, és hát ott lesz eredmény. Érted? Na most ez nem mindannyiótokra igaz. De mert te pék vagy, zenész vagy, neked ott kell maradni, ahol vagy, orvos vagy. Tegnap például beszéltem édesasszony feleségével, és én most azt nyugdíjjal szüneteltették, nem tudom, ő is, nem 50 éves már, így mondjam, inkább a Mihály korosztály, ugye, ilyen 70 felé. Igen, és a mai napig orvosként dolgozik, mert neki az adott. És nem nyugdíjas, hanem szükség van az orvosokra, ezért ő nyugdíj helyett orvosként dolgozik. És addig ugye nem kap nyugdíjat, ma már nem lehet. De a nyugdíjat is kapom, hogy dolgozom, és milyen jó kettő, nem. Vagy, és ő azt választotta. Mert az ajándéka. Rá az van bízva. Szuper. Isten bölcs. Amen? Isten jó. Isten gondviselő. És Isten használni akar minket. És beesett az ige. És én kimerem jelenteni, én nem lehetek az a tanár, aki lehettem volna. Most ezt jól lehetek. Én nem lehetek az a vállalkozó, aki lehetnék. Ezt is jól lehetek. Valami másnak kell lennem. Mi? Pék. Ez van. Na, mindent elhagytunk és követtünk téged. Aki elhagy mindent, én értem és az evangéliumért, az nyer sok mindent üldözésekkel együtt. És utána mondja az ige, és sok utolsókból lesznek elsők, és sok elsőkből meg utolsók. Hogyan bánunk azzal, ami ránk van bízva? Ennyi. Ha jól bánunk, utolsókból is lehetünk elsők. Ha rosszul, elsőkből is lehetünk utolsók. Nagyon tetszik az, hogy a Lukás 12-ben az előző versekben ugye a szolgákról van szó, akire rábízza az Úr, a szolgákra bízza a szolgákat. Halleluja! És aztán a szolgákra bízza a szolgákat, és Jézus afelé, azok felé fog szolgálni, akik a szolgák felé szolgáltak.
Na, érted? Még egyszer. És azt mondja, hogy meg kell adni maga idejébe az eredetet. Szeretném elmondani, egy nagyon fontos dolog, hogy sokat biztos sokat várnak, hogy aminek ideje van, azt kell cselekedni. Minek van ideje az életedben? Minek van ideje a gyülekezet életében? Mert aminek ideje van, azt kell cselekedni, különben éhen marad a brigád. Az egyik, minek van ideje? A másik, meg hogyan bánunk mi szolgák, a ránk bízott szolgákkal és szolgálólányokkal. Mert azok a szolgák, akik elkezdték verni őket, vagy nyomorgatni őket, most így mondom, és visszajött az Úr, az nem volt dicséretes. Sőt, akik pedig szolgáltak, azokat meg leültette az Úr, és szolgált feléjük. Tehát szolgákra vannak bízva szolgák, és az Úr pedig szolgálni fog a szolgák felé, akik a szolgák felé jól szolgáltak. Hogy bánok azzal, ami rám van bízva? Ez a kérdés. Amen? És az idejét hogy megtalálom annak? Hát, ha te dolgoztál állatok között, ott is tudod, hogy mindennek ideje van. Én tudom, hogy nagyapám 5-kor ment, vagy 6-kor ment, akkor mindig akkor ment. A malacok már tudták, hogy jött. A tyúk is tudja, a barom is tudja, a marha is tudja az urának. Ugye? Na most, mi nem ezek vagyunk. Drága, azt mondja a Biblia, amit imádkoztam is, az embernek az élete milyen drága. És az embernek az életének van ideje. És van ideje a megtérésnek, és van ideje a gyógyulásnak. És van ideje Isten gondoskodásának. És mi szolgák azért vagyunk, hogy idejében, ezeket meglátva, idejében szolgáljunk a szolgák felé. Amen? És utána visszajön az Úr, és ő fog szolgálni felénk. És leültet az ő asztalához. Fantasztikus. Na most, hogy akire sokat bíztak, attól sokat várnak, akire többet, attól többet várnak. Itt előtte arról a gondviselésről van szó, amivel a szolgák meg voltak ott bízva. És hiszem azt, hogy ránk vannak bízva dolgok. Mert az rá voltak bízva szolgákra, szolgák. És ránk is ránk vannak bízva dolgok. És ahogyan bánunk vele, az el lesz számolva. Most ezt tudom, hogy nem fenyegetésnek veszed. Ez így van. Mert visszajön az Úr, és megnézi, hogy bántunk a szolgákkal. Szeretném elmondani egy pár gyülekezet számára, hogy az lesz megnézve többek között, hogy bántunk a szolgákkal, akik minket szolgáltak, vagy akik felé mi kellett, hogy szolgáljunk. Amen? Amen. És az Úr meg fogja nézni a szolgáknak a helyzetét és állapotát. És az lesz boldog szolga, akit munkába talál, és hiszem azt, hogy minket Isten szolgálta hívott el. Na Bill Johnson egy mondata. Stuttgartból. Azt mondta, hogy királyi szívvel kell szolgálni, és szolgai szívvel kell uralkodni. Ugye? Ez az újszövetségi mennyei minta, amit Jézus Krisztustól tanultunk. Mondta János 13-at. Azt mondta, János 13:3-4. Mondja Jézus, tudom, hogy az atyámhoz megyek, és tudom, hogy nekem adatott minden hatalom. Ekkor felkelt, vette a kötőt, maga elé kötötte, ekkor, amikor tudta, hogy neki adatott minden hatalom, és az atyához megy, ekkor megmosta a lábokat. Ekkor mutatta meg, hogy királyi módon kell szolgálni, jól mondom? És szolgai módon lehet csak uralkodni. Amen? És hiszem, hogy ez így ránk igaz. És így kell látni. Ajándék felelősség. Jött még egy igen. Harmadik. Még ez sem volt prédikálva. Még azt el sem mondtam, ami prédikálva volt. Nem mondom őszintén, nagyjából tudom az ige részeket. A Bibliából például mentünk Gabrielába ki. Mondja, hol van megírva, ez meg ezt mondom, ez a Mózes 37.9. vers talált. Hol van a másik? Hogy körülbelül eltalálom. De ezt megint nem tudtam, hogy hol van. Pedig ezt biztos tudjátok. Következő az volt, hogy oda szentelem magam érettük. Ezt biztos tudjátok, hogy hol van. János 17. Nem tudtam. Nem találtam. Elkezdtem ott is kutatni. És lapozunk oda. János 17. rész.
19. vers. És én érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. És ez volt bennem, hogy Jézus Krisztus oda szentelte magát. Szeretném megkérdezni, rá sokat bíztak? Sokat bíztak. Ő mindent elhagyott? Az evangéliumért? Mindent elhagyott? Minden. És utána mit csinált? Sokat bíztak rá, mindent elhagyott, és az, ami a legnagyobb rábízás volt, hogy letegye az életét, hogy oda szentelte az életét. És utána mondja a zsidó levél, hogy itt vannak. Imhol vannak én és a gyermekek, akiket Isten nékem adott. És meg volt egy gyümölcse. Érted? Mi volt? Rá volt bízva. Mi volt? Ott hagyta mindenét. Szolgai formát vett föl, emberek hasonló lévén megalázta magát, mindvégig a keresztállnak a haláláig, oda szentelte magát, és a végén azt mondja, hogy jól levélbe, hogy itt én hol vagyok én is a gyermekeket, Isten nékem adott, és nem szégyellem őket atyafiainak hívni, ezért dicséretet mondok neked az anyaszent egyházban. Közepette. És azt mondom, hogy én ő benne bízom. El is ott van megélve. És amikor itt olvasjuk János 17-19-et, hogy mind a kétszer, amikor odaszentelem és megszenteltek legyenek, ugyanaz a megszentelni ige alap van, ige. Ugyanaz. Tehát lehet ezt úgy fordítani, odaszentelem magam értük, hogy ők is neked legyenek odaszentelve. Nagyon tetszik. Ugyanaz a szó az igazságban. Az igazság által, úgy is lehet fordítani akár. Én értük szentelem oda magam, hozzátehetjük, hogy értük szentelem oda magam neked, mert ő az atyának ajánlott fel, azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Oda szentelem magam értük neked, ezt most én teszem bele, és ők is épp ezért neked legyenek szentelve az igazság által. Tehát ahogy Jézus Krisztus oda szentelte magát, ugyanolyan odaszentelés lehet meg a mi életünkben, az ő igazsága által. És ez komoly. Másképp fordítva, odaadom magam értük, hogy az ő életük a tiéd legyen. Ugye? Ugyanez. Odaadom magam értük, hogy az ő életük a tiéd legyen. És szó szerint az az ige, ami ott van a Hagiágyzó, az azt jelenti, hogy áldozatul felajánl. Felajánlom magam neked áldozatul, hogy ők is áldozatul ajánlják fel magukat neked. Most ezt értsd úgy, ahogy kell. Isten nem kér véres áldozatokat, nagyon jól tudjuk, hanem azt mondja, hogy Istennek az irgalmasságára kérlek benneteket, hogy szánjátok oda magatokat, Istennek okos, kedves, mi van ott még? Szent áldozatul, ugye? Vagy így, amint a ti okos Isten tiszteleteket. Tehát kell ebben egy odaszánás, kell ebben egy odaszentelődés. És itt teszem fel a kérdést, hogy itt ez a három ige, az, hogy akire sokat bíztak, sokat várnak. Itt van az, hogy elhagytunk mindent. Ez azt jelenti, mindannyiunk életére nézve, mindennél fontosabb az, hogy Jézus Krisztus kövessük. És ha valami ezzel ütközik, készek vagyunk ezzel mi is ütközni. Nem? Ez jelenti. És oda szenteltek, lettünk Jézus Krisztusnak az oda szentelés által. Na most ez egy helyzetünk, ami oda szenteltek, lettünk. És innentől kezdve nagyon fontos úgy gondolom tudni azt, hogy mi az, ami nekünk adatott. Egy, kettő, öt, nem akarom most megmondani. Mi az, ami nekünk adatott? Mi az, ami ránk van bízva, amiről nem tehetünk, de tehetünk érte? És minek kell ebből kijönnie? És ez mindenfajta különbségtétel nélkül, mert szeretném, ha tudnád, hogy most nem különbséget teszünk gyülekezet ember és ember között, mert Jézus ott az Úr nem tett különbséget azok a között, akik a talentunkból, ami rá volt bízva, ugyanazt a
ugyanazt a arányú hasznot, gyümölcsöt meghúzták, hanem ott tett különbséget, amikor elásták. Amen. Amen? Nem egymáshoz mérte őket, hanem önmagukat. Így van, nem egymáshoz mérte őket. Ez nagyon-nagyon fontos. De aki elásta, attól hiába várta. Nem teszünk különbséget, és nem is hasonlíthatunk. De ha ránk van bízva, akkor azt fel kell ismerni, és abban kell munkálkodni. És én hiszem azt, hogy ezek olyan idők, amikor azokat az éveket éljük, amikor fel kell ismerni, amit ránk vannak bízva, és bátran kell belelépni. Én mondom, ha rosszul csináltam ebbe az iskolába, és most ez így van, és az úttal akkor én tovább megyek. Nem kérdés. Most ezt érzi jól. Na, Bill Johnson nagyon tetszett, amikor arról beszélt, hogy náluk a gyülekezet ott a Redingben, Kaliforniában, hogy milyen áldást jelent a város számára. Például beszélnek egy ilyenről, hogy Bethel faktor. Egyszerűen a hívők olyan kreatívak, olyan áldottak, hogy a város gazdaság életének a 85%-ában tevékeny részesek. Keresztény vállalkozások, keresztény vezetők, keresztény emberek. Ez a nagy dolog. A kicsi meg olyan dolgok történnek, hogy elmennek a McDonald'sba, és valaki beáll, hogy kifizesse a számláját, és mondja, hogy kifizette annak is, aki mögötte jön a rendelését. Kifizette a mögötte levőt is, jön a mögötte levő, szeretne fizetni, de már ki van fizetve. Itt most rendeltem meg. Aki előtte megy, most fizették, igen, akkor én is kifizetem azt, aki a következő. Azt mondja, hogy Bill Johnson 6 órán keresztül így ment. Mindenki fizette a következőjét. Istennek a szeretete. Azt mondja, adott egy lány, bement a bibliaiskolába, és azt mondta, hogy valaki, az van bennem, van egy ilyen itt, hogy valaki 500 dollárért imádkozott, és mondja a lány, hogy igen, én voltam, mert erre van szükségem, és mit tudom, nincs meg az összeg. De nyújt is előbe, adott neki, nem 500-at, nem 1000-et, 50-et. Azt mondta, Isten azt mondja, hogy ez az a mag, amivel sátánkodnod kell. És megveszed 500. Most kell szomorodni? Miért nem adok már 500-at? Ennyit mondott semmit. Vagy ennyit se. Adott meg az 50-et. Kimegy a lány, egy szükségbelül helyzetben valaki megáldozza az 50 dollárral, aznak megkapta az 500-at. Másik forrásból. Úgyhogy például mondják azt, mert mondja Bill Johnson, hogy ők a város felé úgy is szolgálnak, hogy adnak tizedet a bevételükből a saját városok felé, hogy kifejezzék a odaszállásukat a város felé. Vagy például az ottani indián őslakosságnak, ugye ők a betelepültek, már mi az európai angol százból oda, de van egy őslakosság, nekik is adnak a bevételükből tizedet. És nagyon sokat beszélt arról, hogyan szeretnénk a városba áldást. És a lényeg az, hogy szolgálni kell a városnak. Nagyon egyszerű, például mondta azt, hogy ha így a falak között maradunk, itt elhalnak a dolgok. Itt meghalnak. Szolgálni kell a városnak. Hogyan tudunk szolgálni a városnak? És az a kérdés, mi van ránk bízva? Hova kell mennünk? Kik a barátaink? Milyen ajándékaink vannak? Milyen adományaink vannak? Hogyan tudunk Isten jóságával, a szeretetével a város felé szolgálni? És ha tudunk az ő szeretetével, jóságával szolgálni a város felé, és tudunk só és világosság lenni, akkor észre fogják venni az emberek, mert nem rejtethetik el a hegyen épített város. És én hiszem azt, hogy az az időszakban most, amikor Isten szeretne áldást ebben a városban, és keresni kell azt, hogy hogyan tudunk szolgálni e felé a város felé. A másik, amiről jövő héten szeretnék beszélni, ami én azt mondtam, hogy egy motiválás lehet tenni az éven, hogy nagyon sokat beszélt arról, hogy a mennyei valóság, Istennek az országa el tud jönni a földi valóságra, és ráhelyeződik. És akkor belemegy Istennek a jelenléte olyan széttört helyzetekbe, ahol szabadulást csak Isten tud hozni. Például mondja az ige azt, hogy ha Isten újjával üzemlik az ördögöket, emlékeztek rá? Akkor kétség nélkül bizonnyal elérkezett hozzátok Isten országa. Tehát Isten országa lejön, akkor bemegy olyan helyzetekbe, ott kell nekünk az ima, kell a hatalommal szólni, hatalommal imádkozni. Mondta azt is, hogy nem az a lényeg, hogy Jézus Krisztus cselekedjen értünk,
oké, hanem cselekedjen rajtunk keresztül. Nem azt mondta, hogy én fogom elmozdítani a hegyet, hanem ti fogtok szólni a hegynek. Nem azért kell imádkozni, hogy elmondjuk az Úrnak, hogy mi miket szeretnénk, hanem oké, úgy kell, hogy bele helyeződjünk egy olyan jelenlétébe Istennek, hogy hatalmat nyerjünk arra, hogy betegekért imádkozzunk, hogy problémákkal szembe helyezkedjünk, Isten országa lejöjjön. És nem azért imádkozunk, hogy mi menjünk a mennybe, ki imádkozik ezért most? Hanem azért imádkozunk, hogy Isten országa jöjjön el közénk. És hiszem azt, hogy egy nagyon jó látás arra, hogy valóban Isten országa, beszélt arról, hogy mi a legértékesebb a mennyben. A legtöbb, a legelső, amiből minden fakad, Isten maga, Istennek a jelenléte. Isten jelenléte eljön, Isten jelenléte közöttünk van, Isten országa eljön, Isten uralma, az a dimenzió ráhelyeződik a földi dolgokra, akkor széttört helyzetekbe, problémákba, betegségekbe, akkor meg tudnak oldani ilyen problémák, és kétség nélkül el tud jönni Isten országa. Hiszitek ezt? És ez is benne van. Úgyhogy én hiszem azt, hogy ilyen dolgok vannak ránk bízva, és ezzel a felelősséggel is lezárva, hogy nehogy teherrel menjetek haza. Máté 11. Hogy ez egy fantasztikus dolog, és majd a Message Bibliából szeretném lezárni. Máté 11.28-tól. Jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek és megnyugosztat titeket. Vegyétek fel magatokra az én igámat és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkéteknek. 30. vers. Mert az én igám milyen? Ez a szolgálat milyen? Gyönyörűséges. És az én terhem, ez a megbízatás milyen? Könnyű. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Van ilyen magyarázat, hogy megfáradtál? Elnyűtnek érzed magad? Kiégtél a vallásosságban? Gyere hozzám! Járj velem! Felépítem az életed! Aztán tovább. Járj velem! Szolgálj velem! Nézd meg, hogy csinálom! Tanuld meg, amit tőlem megtanulhatsz! Nem teszek rád olyan terhet, ami teher lenne, vagy ami nem rád illik! Legyél velem kapcsolatban, és tartsál velem! És meg fogod tanulni, hogyan működik ez gyönyörűségesen és könnyen. Amen? Úgyhogy itt fogjuk folytatni, ezért fogunk most imádkozni, és én akarom ezt megtalálni ebben az évben, hogy hogyan fog ez jól működni. És Uram, azért imádkozunk, és fel is állhatok, ha gondoljátok, hogy meglássuk, hogy itt vannak ránk bízva. Mit adtál? Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a te igád könnyű, és ha megfáradtunk, vagy elnyűtnek érezzük magunkat, vagy kiégetnek érezzük magunkat, te hívsz magadhoz, menjünk hozzád, járjunk veled, szolgáljunk veled, legyünk a te munkádban, maradjunk a te társaságodban, és a te veled való szolgálat az gyönyörűséges, gyönyörűséges. És ez a teher, ez könnyű. Uram, imádkozunk, hogy amik ránk vannak bízva, mindabban tudjuk meglátni a gyümölcseit, és neked tudjunk hálát adni. Köszönjük, hogy te adtad ezeket, nem a mieink. Te ruháztál fel minket. Köszönjük, hogy tiéd az erő, tiéd a hatalom, és tiéd a bölcsesség is. Tiéd az ország, tiéd a hatalom. Tiéd a királyság. És azt mondjuk, Uram, hogy itt vagyunk ebben a városban, és akarunk meglátszani. És drága az élet. Drága az embernek az élete. Köszönjük, amire elhívtál minket, hogy oda szentelted magad, hogy mi is oda szenteltek legyünk, ezt most itt elmondhatjuk előtted. Szeretnénk, Uram, belépni a te örömödbe, a te országodba, napról napra, járni veled, hogy te mondtad, hogy a te igád az gyönyörűsége, szolgálni veled, és meglátni, hogy te hogy csinálod. Köszönjük ezeket a napokat, és Jézus Krisztus ad, hogy téged felmagasztaljunk minden napon. Téged tekintjük a fókuszunknak, téged tekintjük a közéletünk központjának, urának, megváltójának. És amit ránk bíztál, azt megtaláljuk. Amit ránk bíztál kincset, azzal szolgáljunk, ne elássuk. Köszönjük, Uram, hogy sokat bíztál ránk. Én hiszem, hogy terveid vannak velünk. Meg kell, hogy ezt ragadjuk bizonyossággal, hittel,
félelem nélkül, meg hogy ezt ragadjuk elszántsággal, odaszánással, odaszentelődéssel. Köszönjük Uram neked, hogy így láthatjuk, hogy te kegyelmes vagy, te irgalmas vagy, és te nem igazságtalan vagy, hanem igazságos vagy. Jézus Krisztus nevében köszönöm ezt a kegyelmet, amiben állhatunk, hogy mehetünk hozzád. És az van megírva még a Mikeásnál, hogy mit kíván az Úr? Mondja itt az ige, hogy attól többet kívánnak. Mit kíván az Úr te tőled? Megjelentette neked, hogy mi legyen a jó, és mit kíván te tőled? Csak azt kívánja, hogy szeresd az igazságot. Cselekedd az igazságot, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járjál. Hiszük, Uram, hogy ilyen egyszerűen működnek a dolgok. Mit kívánsz? Mi a jó? Cselekedjük az igazságot, hogy szeressük az irgalmasságot, és alázatosan járjunk előtted. És azt mondtad, hogy nem kívánsz égő áldozatokat. Szeretetet kívánsz, Istennek az ismeretét. Köszönjük, Uram, hogy mindezzel mehetünk elég kegyelemből. Köszönjük, hogy nem kell semmit kiérdemelnünk. Nem kell félelemben, mert az a szolgott jelásta félt, hogy mi lesz, hogyha nem sikerülsz. Félt, mert azt mondta, hogy te kegyetlen vagy, amit tudjuk, hogy te nem kegyetlen vagy, hanem kegyelmes vagy. Köszönjük, Uram, nem félelemmel kell venni, amit adtál nekünk, hanem tudni kell, hogy te igádod gyönyörűséges lesz. És tőled megtanulhatjuk, hogyan kell járni. Tőled megtanulhatjuk, hogy mi a helyes, hogy cselekednünk kell. Köszönjük a szolgákat, akik ránk vannak bízva, szolgákat és szolgáló lányokat. És köszönjük, hogy Jézus, te szolgálsz a szolgák felé. Köszönjük, hogy te vagy, aki először megaláztad magad. Uram, akarjuk ezt megtanulni, és így rád bízzuk az életünket, hogy Jézus Krisztus nevében. Ha hiszed ezt, akkor mondd azt, hogy ámen. Benned bízom, királyom, hatalmas Úr, lábod előtt a mindenség meghajol. Jézus szívem hozzátartozom, te vagy lélegzetem, erőm és énekem, és mindenem. Velem leszel, velem leszel. Hozzád tartozom,
És minden.